Péntektől újra az opera fővárosa lesz Miskolc. Az ország egyetlen opera fesztiválján a város minden pontján az operái lesz a főszerep. Nem csupán a Miskolci Nemzeti Színházban, hanem ezúttal a Kálvárián és a Szent István téren is. Tavaly teljesen megtelt a Szent István tér az Opera Fesztivál idején. A Bartók Plusz kísérő rendezvényei több ezer embert szórakoztattak. Idén még több helyszínen és megújult tematikával készülnek a szervezők. Az Erzsébet téren inkább könnyű muzsika, jazz lesz hallható, pódiumkoncertek, ami mellett borozgatni lehet, ott egy borfesztivál lesz, egy kis kellemes hangulatú térré változtatjuk. A Szent István téren pedig a szokásos nagy színpadon ezúttal nem csak fantasztikus operakoncerteket és komoly zenei koncerteket lehet majd hallani, hanem teljes opera előadásokat is. A Szent István tér mellett így az Erzsébet tér is az opera fesztiváli helyszínek közé emelkedik június közepén. Ahogyan a Kálvária is. A különleges avasi millió ad helyet idén az Ezrek operájának. A Parasztbecsület lesz, Márkányi Parasztbecsület című sláger operája, aminek fantasztikus helyszíne ez a Kálvária dom. Azt hiszem, hogyha egy szép klasszikus díszletet akar tervezni, egy díszlettervező, akkor körülbelül a Kálvária dombot rajzolja, álmodja meg a színház vagy az operaház színpadára, hát itt most élőben élvezheti meg a közönség. Keselyek Gergely régi álma válik valóra azzal, hogy a Kálvárián operát mutatnak be. Idén, június 14-én nyit az Opera Paradicsom Miskolcon, és 10 napon át tölti meg élettel és operával az egész várost.